Szeretettel köszöntöm újra Önöket ennek a sorozatnak a második előadásán. Az első előadás elején egy gondolatot hagytam befejezetlenül. A gondolat pedig ott folytatódna, hogy mit is jelent az a kis rag Lukács evangéliuma 12. fejezetében, a 36. versben, hogy Krisztus a mennyegzőről jön meg. Szeretném folytatni ezt a gondolatot Máté evangéliuma 22. fejezetével. Itt szólt Krisztus egy példázatban arról, amit így ismerünk, hogy a királyi mennyegző példázata. Talán kézbe is veszem és föllapozom a Szentírásból ezt a szakaszt. Ezt a példázatot szeretném csupán kivonatosan olvasni. Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett, és elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondta, mondjátok meg a hivatalosaknak, ímé ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlaltállataim levágva vannak, és kész minden, gyertek el a mennyegzőre. Talán ismerjük a példázatot, nem akartak eljönni. A gazda kiküldött újra szolgákat, és mindenkit behívott a mennyegzőbe. A példázat végén pedig így olvassuk. Bement pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, s látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogak vacogása. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. A példázatnak ezt a súlyos részét most nem elemezném még, de a végén, a gondolatmenetünk végén ez ki fog derülni, hogy miről szól. Egy különös részletére szeretném felhívni a figyelmünket ennek a példázatnak. Arra részletére, hogy bemegy a király és megtekinti a vendégeket. Mielőtt? Mielőtt a vacsora elkezdődne. Mert a mennyegzői vacsora előtt ingyen, bibliai szóhasználattal élve kegyelemből mindenki kap és kaphat fehér ruhát. Ezért nem kell fizetni, ezt csak el lehet fogadni. És különös az, hogy volt egy ember, akinek nem volt mennyegzői ruhája, mit ábrázol a példázatban ez a mozzanat? Vajon nem azt, hogy a példázatbeli ember és Jézus a példázat által így akarta kifejezni ezt az emberi magatartást, hogy mi bizony sokszor meg vagyunk elégedve magunkkal. Jónak tartjuk magunkat. Alkalmasnak tartjuk magunkat arra, hogy nekünk az Isten így, ahogy vagyunk, örök életet adjon. Bizonyára sokan azt mondanánk, hogy nem. Nem vagyunk alkalmasak. De hát majd az Isten valahogy könyörül rajtunk. Valahogy majd valahogy bevisz az ő országába, majd valahogy örök életet nyerünk. De ne felejtsük el a példázatnak ezt a mozzanatát. Mennyegzői ruha. Fehér ruha. Tiszta ruha. A ruha egy gyönyörű jelkép a Biblián belül végig kíséri. Ádám és Éva bűnesetétől fogva, Jelenések könyve végig kíséri a Bibliát. A ruha kettős jelentésű. Van szennyes, megfertőztetett ruha, ez a bűnnel fertőzött élet jelképe. Van tiszta, ragyogó, mosott, fehérített ruha, ez az igaz élet. Ahogy Jelenések könyve végén megtaláljuk a 19. fejezetben a szentek igazságos cselekedetei. Hogy lehet ezt a fehér ruhát megkapni?
Hát erről szólt Márk evangéliuma 12. fejezetének ez a 36. versében rejlő kis rag, hogy megjő a mennyegzőről. Ez a Máté 22. fejezetében lévő példázat választod erre. Mert elmondja, hogy a mennyegzőnek két része van. Van egy része, amelyik a mennyegzői ruha kiosztásáról szól, és van egy része, amelyik a ruha kiosztása után a vacsoráról szól. Mi melyikre készülünk? Akik olvasták már a Bibliát, akik magukat kereszténynek vallják, vajon mennyire gondoltak arra, hogy nem csak vacsorára készülünk, hanem erre a vacsorára a példázat szerint akkor mehetünk be, ha elfogadtuk az ingyen felkínált fehér ruhát, vagyis az igaz életet. Gondoljuk csak meg, miről is szólt az Ószövetségben a bárány áldozat, a vér útja? Vajon nem arról, hogy az emberről a felismert bűn lekerüljön? És itt szeretnék újra mégis egy kicsit visszautalni még az Ószövetségre. Mert Mózes 3. könyvében a 16. fejezet 30. verse mondja ki, ennek az ünnepnek, ennek a legnagyobb ünnepnek, az ünnepek ünnepének az értelmét és a célját, amit így nevez itt a Biblia, hogy a nagy engesztelési nap, és rögtön rátérek arra is, hogy ez a nagy engesztelési nap hogyan kerül az ünnepkör sorába, és mi a jelentősége. Hiszen látjuk, hogy az első ünnep Krisztus keresztáldozatáról szól, utána szól a tiszta evangélium hirdetésről, utána szól a pünkösdről, ami a Szentlélek kiárasztása volt. Ezek már Krisztus eljövetelekor megtörténtek, tehát hátunk mögött lévő események, de az Ószövetség erre előre mutatott. Ha úgy tetszik, a zsidók ezt 1500-szor gyakorolták évente, ismétlődve. Az Új Szövetség másik ünnepkörét érintő része Krisztus második eljövetelére utal előre, a kürtzengés ünnepe, a nagy engesztelési nap és Krisztus második eljövetele után a sátoros ünnep. Ahogy visszatérünk az Ószövetségnek ezen mozzanataira, hogy a bárány vére odavitte az áldozatvivő bűnét a szentek szentjéig, mi történt a következő alkalommal, ha újra vétkezett? Vitt egy következő bárányt, és a következő bűnét is rendezhette. Egy másik ember, egy harmadik, és így tovább, mindenki minden bűnét odavihette az áldozati oltárra, és minden bűn Izrael közösségének minden bűne áthárult egészen a templom belsejére, a szentek szentje függönyére. Talán nem zökkenti ki a figyelmünket, ha most megemlítem, hogy amikor Krisztust keresztre feszítették, mi történt ezzel a kárpittal? Ketté hasadt. Mit jelképezett? Hogy Krisztusra mutató volt ez a jelkép. És ez a Krisztusra mutató jelkép, amikor a Krisztus megérkezett a földre, és azt az áldozatot, a keresztáldozatot vállalta, amit ugyan az Ószövetség, mint egy véres áldozat, az oltáron történt véres áldozat mutatott be, itt a pitvarban, az udvarban, a templom udvarában, Krisztus ezért mondta ki a keresztáldozat akkor azt, hogy elvégeztetett, beteljesedett. De mi történt azokkal a bűnökkel, amelyek oda kerültek a szentek szentjébe? Egy kicsit képiesen gondolkodjunk. Nekem van egy bűnöm. Azt a bűnt, mint valami darabszámot szeretném egy kicsit számon tartani, az a bűn nem tehető le csak Krisztusra. A kiontott vér beviszi a templom belsejébe egészen a szentek szentje függönyéig, és az odahárított bűnt a nagy engesztelési napon, más szóval, más bibliai kifejezéssel élve, a főpapi szolgálat idején, amikor csak a főpap mehetett be évente egyszer az Ószövetség idején, évente egyszer ebbe a
templom belső, legbensőbb részébe, a szentek szentjébe, az oda bement főpap Izrael minden bűnét magára véve áldozatot mutatott be, és ráhelyezte minden bűnét Izraelnek Azázel bakjára, amit akkor előtte kisorsoltak. Gondoljuk csak meg, hogy a bűnöknek és a bűnök láncolatának a sora, mint valami darabszám, hogy is jut el újra a felbújtóra, Sátánra. Mint egy képet gondoljunk magunk előtt, egy folyamatot gondoljunk magunk elé. Mintha azt üzenné a Biblia, és az Isten ezáltal, a rendszer által, hogy egyetlen egy bűn sem megy el csak úgy a semmibe. A bűn, a rossz valakit terhel. De mi emberek áldozatok vagyunk. Nem mi vagyunk a felelősei a bűnök elkövetésének elsődlegesen, hanem minket Sátán csapdába ejtett, de szabadulni akarunk. A szabadulás útját írja le ez az áldozati rendszer. Figyeljük meg, hogy az Isten azt mondta ennek a népnek, és az izraeliták ezt meg is ígérték, hogy amit az Úr mond a 10 parancsolat adásakor, azt mi mind megcselekesszük. Olyat ígértek, amit nem lehet megcselekedni. Ezt az új szövetség is nyomatékosan, többszörösen tisztázza, hogy a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. A törvény által nincs megigazulás, de a törvény betöltése nélkül nincs üdvösség. És ezt a megoldást mutatja meg az Ószövetség, hogy az ember, aki távol van a törvénytől, mert a törvény hol is helyezkedik el? Bent a szentek szentjébe. Ott bent a legbensőbb részben, a templom legbelsőbb részében, a szentek szentjében, szeretne az ember összhangba kerülni az Isten törvényével. De hogyan kerülhet az ember összhangba? Krisztus kiontott vére által. A kiontott bárány vére által. Az ártatlan bárány vére által. És gondoljuk csak meg ezt az egész folyamatot, szemléljük egybe. Mit akart ez az egész cselekmény üzenni? Azt, hogy egy ember, aki a törvényt meg akarja tartani, nem tudja emberi erővel. Csak a törvény, ha rámutat a bűnére, és a bűnét rendezi, a bűnrendezés útján van bemenetelünk a szentek szentjébe. És ezt a pontot szeretném megragadni, honnan is indultunk el? Azt mondtam, hogy Krisztus megjön a mennyegzőről. Tehát a mennyegzőnek melyik részéről jön meg Krisztus? A fehér ruha kiosztásáról. Melyik eljövetelez? Milyen megjövetelez? Hogy azt olvassuk, hogy megjő. Hiszen a történelemnek a legnagyobb eseménye, és ezt maga Krisztus ígérte meg, még az első eljövetelekor, ő maga azt ígérte, hogy a második eljövetele lesz a legnagyobb esemény. De a második eljövetel előtt a fehér ruha kiosztása lesz. Erről szól a főpapi szolgálat, amit az Ószövetség ábrázol. Nem tudom, valaki gondolkodott-e már azon, hogy naponként vihették az áldozatot az izraeliták. És egyszer csak az évnek egy őszi ünnepén, egy nap megtörtént a főpapi szolgálat. Ez vajon, ha a történelemre előremutató jelkép, akkor mikor történik meg a valóságban? Talán sokan ismerik, talán soknak új, csak röviden szólok róla. Dániel könyvében van egy hosszú idői profécia, a 8. fejezet 14. versében. Itt azt olvassuk, hogy 2300 esteig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Az 1800-as években, amikor a bibliák elkezdtek nagy számban terjedni, a biblia kutatás is előtérbe került. A proféciákat nagyon sokan elkezdték kutatni, mint a Bibliának érdekes és kutatnivaló részeit. A proféciák olyanok, mint a mi testünkben a gerinc oszlop, vagy a csontváz, ami tartja az egészet, hogy ne omoljon össze.
Ezt mondja Péter apostol is, hogy igen, biztos beszéd a prófétai beszéd, amire jól tesszük, ha figyelmezünk. Már az 1800-as évek elejétől felismerték azt, hogy ennek a 2300 estéről és reggelről, ahogy Ezékiel 4. fejezetének a 6. verse mondja, hogy egy-egy napot, egy-egy esztendő számítottam néked, tehát 2300 évről szóló profécia időszámításunk előtt kezdődik, ekkor volt Jeruzsálem falainak és a templomának az együttes újraépítése, amit Artaxerxész Longimanus a 7. esztendejében adott ki rendeletként, hogy újjáépíthető a templom, de a városfal is. Viszontagságos időben történt ez, ahogy ez Dániel könyve 9. fejezete mondja. Ez a 457-es időpont időszámításunk előtt adja meg ennek a 2300 éves proféciának is az alapját. És így 1843-44-ig jutunk. Mi történt ekkor? A profécia pontosan azt mondja, hogy kiderül a szent hely igazsága. Mit jelent ez, hogy kiderül a szent hely igazsága? Azt is, hogy megigazítatik a szent hely, de azt is, hogy rájönnek, felismerik, hogy a történelemben, a valóságban, az, ami az Ószövetségben akkor egy nap egyszer történt az őszi ünnepen, az Új Szövetségben ez 1844-ben indul útjára. Az Isten bölcsen rendezte el az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Az Ószövetség, mint egy jelképes szolgálat, a valóságos új szövetségi történelemre adott utalást. Erről beszél a zsidókhoz írt levél 9. fejezete is. Példázat a jelenkori időre. 1844-ben indult el tehát az a krisztusi munka, amit az ószövetségi jelképes szolgálat fejez ki, hogy kiderül a szent hely igazsága, megigazítatik a szent hely, amikor a főpap belép évente egyszer, és az új szövetség főpapja Krisztus belép a mennyei szentek szentjébe. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetének a 24. versét olvasom. Mert nem kézzel csinált szentébe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten szín előtt megjelenjék érettünk. Ez az egyike is elég arra, de a többi is erről szól, hogy a jelképes szolgálat az jelképes volt. De Krisztus valódi szolgálatát sokkal inkább figyelembe kell vennünk, és szemünk előtt, érdemes szemünk előtt tartani. Mit is jelent Krisztusnak ez a mennyei szentek szentjébe folyó szolgálata, amit 1844-ben kezdett meg, ahogy Dániel 8. fejezete 14. verse alapján ezt fölismerték. Azt jelenti, hogy Krisztus elkezdte a főpapi szolgálatát. Az Ószövetségben mit is jelentett a főpap szolgálata? Azt jelenti, amit Mózes 3. könyve 16. fejezetének a 30. versében olvasunk. Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket. Minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Különös és nyomatékos ez a gondolat. Szeretném szinte hangsúlyozni, hogy el ne felejtsük ezt a gondolatot, amit az Ószövetség a főpapi szolgálatra nézve célként jelöl meg, hogy hangzik még egyszer. Mert ezen a napon engesztelés lesz értetek, hogy megtisztítson titeket. Minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Isten engesztelő szolgálata, a bűnök megbocsájtásáért végzett szolgálata ugyan nem szűnt meg, de közben elkezdődött egy másik. Az, hogy meg is tisztítson bennünket, de nem csak, hogy megtisztítson bennünket valami bajtól, valami bűntől, néhánytól, hanem azt mondja itt a Biblia, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Különös ez a gondolat is, ahogy összekapcsolódik ebben a Biblia versben,
hogy minden bűnötöktől megtisztultok, és itt nem fejeződik be, hanem azzal, hogy az Úr előtt. A Zakariás könyve harmadik fejezetében lévő látomása, Zakariás prófétának ez a látomása mutatja be azt, hogy mit is jelent megtisztulni az Úr előtt. Röviden szeretnék ebből a szakaszból is néhány gondolatot kiemelni, ami nagyon szépen szemlélteti ezt a munkát, ezt az isteni munkát. Így olvasom, és így hangzik, tehát Zakariás harmadik fejezetéből, az első verstől ez a szakasz, itt is csupán kivonatokat fogok majd olvasni. Azután megmutatta nékem Józsuát a főpapot, aki az Úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állt, hogy vádolja őt. És mondta az Úr a sátánnak, dorgáljon meg téged az Úr, te sátán, dorgáljon meg az Úr, aki magáévá fogadja Jeruzsálemet. Avagy nem tűzből kikapott üszögé ez? Józsua pedig szennyes ruhába volt öltöztetve, és állt az angyal előtt. És szólt, és mondta az előtte állóknak, mondván, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta néki, lásd, levettem rólad a te álnokságodat, és ünnepi ruhákba öltöztetlek téged. Azután mondtam, tegyenek fejére tiszta süveget. Feltették azért fejére a tiszta süveget, és ruhákba öltöztették őt, az Úrnak angyala pedig ott állt. Több kérdés jelenik meg ezt a zakariási látomást olvasva. Józsua itt ebben a látomásban egy főpap. A főpapról talán mindenki azt gondolná, hogy talán bűntelen, talán tiszta. Mégis, mintha tudatosan mondaná azt, hogy még a legszentebbnek tűnő emberek is bűnnel fertőzöttek ezen a világon. Szükségük van arra, hogy valaki levegye róluk ezt a szennyes ruhát. Szüksége van minden embernek arra, hogy egy megtisztuláson menjen keresztül, de ez a megtisztulás, ez nem úgy megy végbe, ahogy mi emberek gondoljuk, ahogy mi találjuk ki, hanem az Isten ezt elmondta az áldozati rendszeren keresztül, és itt egy kicsit közelebb hozó Józsua főpap példáján keresztül bemutatja azt, hogy ott áll Józsua, szennyes ruhába öltözve, van ennek a jelenetnek még egy másik szereplője is, Sátán, aki a történelmünknek azóta is a szereplője, mint vádoló. Azt is mondja a Szentírás, hogy a mi atyánk fiainak vádolója. Ugyan levetetett a mennyből, de itt a földön folytatja ezt a vádoló munkáját. Mivel vádol Sátán? Nem itt bontja ki, de máshol igen, máshol kibontja a Szentírás azt, hogy Sátán azzal a bűnnel vádol mindenkit, amire ő bújtott fel bennünket, amiben ő ejtett bele bennünket. És úgy vádol minket, mintha mi magunk lennénk teljesen felelősek érte. De nem. A felelős ő érte, mi áldozatai lettünk, feltéve, ha nem akarunk azonosulni az elkövetett bűnökkel. Mert az az ember, aki nem akar azonosulni, hanem szabadulni akar, ugyan Sátán vádolhatja. De a lelki ismeretünket ez a vád ne engedjük, hogy megfertőzze. Ne önmarcangolással éljük a bűneink miatt az életünket. Ne felejtsük el Krisztusnak a munkáját. Nagyon szépen szemlélteti az Ószövetség ezt a munkát. Ott áll Krisztus, és elvégzi azt, amit mi nekünk magunkra nézve nem áll módunkban, hogy megtegyük. Ott áll Krisztus, itt az Ószövetségben, mint angyal szerepel, ő mondja azt, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát. Ezt mondja Józsuának, hogy lásd, levettem rólad a te álnokságodat. Látszik, hogy a szennyes ruha az álnokság jelképe, és a tiszta ruha pedig, a tiszta ruhába való felöltözés. Pedig emlékezzünk Máté evangéliumának a 22. fejezetében olvasható példázatra, a mennyegzői ruha, a tiszta ruha, ami alkalmassá teszi az embert arra, hogy a mennyegzői vacsorán részt vegyen. Ez a mennyegzői vacsora az, amit Krisztus megígért, hogy nem iszom
veletek a szőlőtőnek ebből a terméséből, míglen újonnan iszom azt majd veletek az én atyámnak országában. Értjük tehát, hogy miért a mennyegzőről jön meg Krisztus? Mert a mennyegzőnek két része van. Mi most a mennyegzőnek az első részében élünk, 1844 után, de Krisztus második eljövetele előtt. Most abban az időben élünk, amikor már kiderült a szent hely igazsága. Igaz, ezt sokan nem tanítják, sokan ezt nem ismerik, de van okunk a Bibliából ezt mélyen kikutatni. Mit csinál Krisztus ebben az időben mást, mint amit ezelőtt csinált? Fölvetül egy ilyen kérdés, de erre a kérdésre majd a következő előadásban válaszolok.